Igazi meglepetéssel egy igazán vad és pörgő számmal indult a Rocksuli Cegléd évzáró koncertje. Azt mutatták meg tanárok és tanítványok közösen, hová fejlődhet a kisebb vagy nagyobb diák, persze sok gyakorlás után. Minden tanszakon először természetesen egyénire készülnek a diákok, majd pedig a fél év és az év vége közelettével kiválasztanak egy-egy dalt. Ez lesz a vizsgadarab. A dalhoz zenekarok szerveződnek, és sok esetben addig egymás számára teljesen ismeretlen diákok hirtelen csapattá kell, hogy váljanak. Az iskola igazgatója Nyúzó Norbert beszélt az elmúlt időszakról, annak eredményeiről is. Fejlődtünk nagyon sokat. Egy az, hogy a Rocksulinak magának a létesítményeknek a száma is bővült. Egy marosvásárhelyi iskolával, amit muszáj elmondanunk, nekik is nagyon sok sikert kívánunk, valamint tárgyalások folynak, hogy Szombathelyre is elviszük ezt az iskolát, úgyhogy reméljük, hogy lassan meghaladjuk az 1000 főt, akiket oktathatunk. Cegléd számára az 50 fő volt eddig az álomhatár, ezt már túl is lépte az iskola, ami egy ekkora városban nagy eredmény, mondta. Természetesen most nem csak azok a diákok mutatkoztak be, akik már zenekarban is helytállnak. Azok a növendékek is bemutatták tudásukat, akik egyelőre még egyéni produkcióval állnak színpadra. Ők is, és persze minden rocksulis növendék átvehette a koncert végén a saját rocklevelét is.